A Dunaszerdahelyi Kórházban 2022. novembere óta van lehetőség vérplazma adásra. Ez azért is fontos, mert a vérplazmát, ami egy sárga folyadék, szintetikusan nem lehet előállítani. Aki 18 és 60 év közötti, jó egészségi állapotban van és legalább egyszer már adott vért, plazmát is adhat. A kettő között van különbség, például az utóbbi hosszabb ideig tart. Pri plazme sa odoberá do tzv. Separátora. Je to vlastne taký systém hadičiek, ktorý odoberá zo žily darcu krv. Tá krv sa tam v tom systéme centrifuguje. Delí sa plazma od krvných elementov a darcovi sa vracajú červené krvinky a zvlášť sa zbiera plazma. A to množstvo plazmy, ktoré je potrebné, je minimum tých 600 ml. To je tá terapeutická jednotka. Ez a jóformán a centrifuga, ez a filter. És ma itt fog folyni, ma kezd folyni a plazma. A sárosfai Mayer Gézát is a vérplazmaadók között találhattuk. Évtizedek óta ad vért és plazmát is. Valójában már 38. éve járok, hol többször, hol kevesebbször évente. Én ezt úgy veszem, hogy ez egy természetes dolognak kellene, hogy legyen, hiszen az ember soha nem tudja, hogy mikor esetleg lesz szüksége ugyanerre a dologra, ugye vérre, és ez egy humánus dolog. A vérplazmaadás iránt van érdeklődés, a kapacitás azonban nincs maximálisan kihasználva. Új és régebbi véradókat egyaránt igyekeznek megszólítani. A nemes cselekedetre kedden és szerdán 11 és 14 óra, csütörtökön pedig 7 óra 30 perc és 14 óra között van lehetőség a kórházban.